Idén 11. alkalommal szervezett Mátra Mincente tábort az Elcsi Szociális Szolgálat a szociálisan rászoruló gyermekek részére. A gyermekjóléti szolgálat által gondozott családok gyermekei közül 16 főt 5 napon keresztül sikerült táboroztatni festői környezetben. A családok számára a gyermekek táboroztatása térítésmentes volt, annak költségeit a szociális szolgálat finanszírozta. A táborozás öt napjában rengeteg érdekes programot sikerült bezsúfolni, a visegrádi nyári bobozástól a bükszéki strandfürdőzésig, a foci meccsektől a szalonnasütésig és a tábori diszkóig sok mindent. A friss levegői büki tájakon mind a táborozók, mind az őket elkísérő szolgálati dolgozók remekül érezték magukat. A júliusi Mátramincenti tábor után augusztus 12-től ismét táboroztatott gyermekeket az Elcsi Szociális Szolgálat gyermekjóléti szolgálata, ezúttal Zánkán. A Mezsés Gyárvár Ránk elnevezési tábor az Erzsébet program keretében valósult meg. A helyszínből adódóan természetesen a fürdőzés és a strandjátékok voltak a leginkább népszerűek, de a gyerekek kirándulásokon, színházi előadáson és számos vetélkedőn is részt vettek. A nyárvégi táborozáson az ötös József Általános Iskola 40 tanulója vehetett részt. Továbbra is a gyermekeknél maradva Ercsiváros önkormányzata több mint két és fél millió forintos támogatást kapott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen részesülő gyermekek ingyenes nyári gyermekétkeztetésére. Így az önkormányzat és a szociális szolgálat szervezésének köszönhetően 2013. június 17-e és augusztus 30-a között 57 családban 123 gyermek részesült ebben a kedvezményben, ez 5724 adagot jelent, amit a kikötőétterem készített el.